Remek hangulatú évadnyitóval köszöntötte az új évet a Victoria Pódium Kettcsináló Turmix kulturális programsorozat, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult. A város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Lassan évfordulóhoz érünk, ugye márciusban indítottuk el a sorozatot. Én azt gondolom, hogy beváltotta a reményeket, talán túl is szárnyalta ez a rendezvény. Nekem, hogy most már egy kicsit tudatosabban figyelem azt, hogy mi is történik a városban. A megnyitót követően egy fiatal és rendkívüli tehetséggel megáldott páros, Hegyi Dóri Onódi junior Artisius díjas énekes zenész dalszerző és Tóth Kristóf gitáros dalszerző ízigvéri kortárs gondolatokkal megénekelt dalokkal köszönt be a közönségnek. Székesfehérvár az otthonom, itt nőttem fel, nagyon szeretek ide visszajárni, ismerem a közönséget, a szervezőket, és ezért szívem csücske most ez a koncert, hogy erre lehetőséget kaptunk. Az est vendégeként Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, a mai magyar költészet egyik meghatározó személyisége visszatekintésében verseivel megidézte gyermek és fiatalkorát, és azt a veretes életutat, amelynek köszönhetően Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgáraként megkerülhetetlen alakja városunk kulturális életének. Nagy megtiszteltetésnek érzem, és hát végtelen tisztelettel a főorvos úr missziója iránt, mert hát ez tényleg egy misszió, amit ő itt művel. Hát arra kért engem, hogy a verseimből olvassak föl néhányat. Az esten a vendégek ismét megcsodálhatták Juhász Katalin foltvarról és patchwork készítő műveit is. Az est megerősítette, hogy a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál, a támogatásokat pedig az esten befolyt teljes összeggel az alapítvány a központ fenntartására fordítja.